Good morning. Szép jó reggelt. Are you okay? Rendben vagytok? Everybody's well. Mindenki jól van? Awesome. Great to see the church. Nagyszerű látni a gyülekezetet. It's an amazing sight from here. Csodálatos látványt nyújtok innen. I thought that I don't know if you thought about this, but sin is stronger than man. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már erről, de a bűn az erősebb az embernél. Have you ever promised not to sin ever? Ígértétek már, hogy soha többet nem fogtok bűnt elkövetni? Starting from tomorrow, Lord, I will never sin. Istenem, holnaptól kezdve soha nem fogok vétkezni. Is it familiar? Ismerősen hangzik. It's like yes, we do. We all Igen, did this. Valamennyien csináltunk ilyet. There's another thing. És van egy másik dolog. Think about this, that Satan is stronger than man. Ez pedig az, hogy Sátán erősebb az embernél. He outsmarts all of us. Ő okosabb valamennyiünknél. It's also interesting thing. Ez is érdekes dolog. But de. And I was thinking like when he outsmarts man. Arra gondoltam, hogy amikor ő okosabb az embernél. You know, how it is revealed. Hogyan mutatkozik ez meg? You know, and I was thinking about spiritual hindrances. És én szellemi akadályokról gondolkodtam. He is so good at putting spiritual hindrances in our spiritual life, in our spiritual walk with God. Nagyon profi abban, hogy ilyen akadályokat gördítsen a szellemi járásunk elé Istennel. So if sin is stronger than man, ha a bűn erősebb az embernél, if Satan is stronger than man, és Sátán is erősebb az embernél, so what can help us? Akkor mi segíthet rajtunk? And I thought about the spiritual fellowship. És a szellemi közösségről gondolkodtam. Don't you think this is the God's answer for our struggles? Nem gondoljátok, hogy ez Isten válasza a küzdelmeinkre? A spiritual fellowship in Acts 2:42. Szellemi közösség apostolok cselekedetei 2:42-ben. If you open there, you can read together with me. Kérlek, lapozzatok oda és olvassuk el együtt. And it says here. Azár. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Do you read this also in your Bibles? Ti is ezt olvassátok a Bibliátokban? Or it's only in my Bible. Vagy ez csak az én Bibliámban van benne? It says that they continued steadfastly. Azt mondja, hogy foglalatosak voltak vele, hogy álhatatosan kitartottak ebben. And here's this word, fellowship. És itt látjuk ezt a szót, hogy a közösségben. It's Greek word koinonia. A görög szó erre a koinonia. Which speaks about spiritual fellowship. És ez a szellemi közösségről szól. I'm not speaking some artificial fellowship. És most nem valamilyen mű közösségről beszélek. We have to do this because it is written, because there is a rule. Ezt meg ezt kell tennünk, mert hogy ez meg van írva, ez a szabály. It doesn't speak about some formal or official fellowship. És nem is valamilyen formális vagy hivatalos közösségről van itt but szó. But it does speak about spiritual fellowship. Hanem szellemi közösségről. So deep calls to deep. A mély a mélyet hívja. Spiritual fellowship. Szellemi közösség. There are no masks there. És nincsenek ott álarcok. You know, it's like face to face. Hanem szemtől szemben vagyunk. Being within the presence of each other with God. Egymás jelenlétében Istennel. You know, God is in my presence, I'm in His presence. Isten ott van az én jelenlétemben, és én is ott vagyok az ő jelenlétében. Spiritual fellowship, face to face, this is what does it mean? Ezt jelenti ez a szellemi közösség szemtől szembe. And there's a lot of light in the fellowship of the saints. És hatalmas világosság van a szentek közösségében. Just think about this, that more you're fellowshipping with people of God, with God's people. Gondoljunk bele, hogy minél többet közösségben vagyunk Isten népével. You know, the less sin will be supported in our lives. Kevesebb támogatást kap a bűn az életünkben. The more time we spend in a fellowship. Minél több időt töltünk közösségben.
Does it mean I have to be in a church all the time? Ez azt jelenti, hogy egyfolytában itt kell lennem a gyülekezetben? And don't take me wrong. I'm not speaking against being in church. És kérlek, ne értsetek félre, nem az ellen beszélek, hogy itt legyetek a gyülekezetben. But it seems it's impossible to be all the time in the church. De úgy tűnik, hogy lehetetlenség mindig itt lenni a gyülekezetben. Though we enjoy those times when we go to a conference and we're hanging together, you know, 24/7. Bár élvezzük azokat az alkalmakat, és amikor együtt vagyunk konferencián, és egész nap együtt vagyunk tényleg. So, and I don't think that we have to be all the time in the church. Tehát én nem hiszem azt, hogy mindig itt kell lennünk a gyülekezetben. But I really think that we always have to have a spiritual fellowship. De azt viszont hiszem, hogy mindig kell, hogy legyen szellemi közösségünk. You know, because we do have an amazing body of Christ. Van egy csodálatos Krisztus teste. We have family. Mi rendelkezésünkre van egy családunk. And not only this. És nem csak ez. But being in a fellowship, in a constant fellowship with the Word. Folyamatosan közösségben vagyunk az igével. In a prayer. Imában. In worshiping God. Ahogy Istent imádjuk. It's like worship is such an important part in our lives. Imádat egy nagyon fontos rész az életünknek. And worship is not for only for a worship leaders. És az nem csak a dalszolgálat vezetőinek szól. It's for the whole church. Hanem az egész gyülekezetnek. This is what we will do in eternity. Ezt fogjuk csinálni az egész örökkévalóságban. This is one of the forms of fellowship. Ez az egyik formája a közösségnek. And here we are learning how to do this. És itt tanuljuk, hogy hogyan is tegyük ezt. We are training ourselves. Bizonyos értelemben képezzük magunkat. To be in a fellowship with God even in this form, in every possible forms. Abban, hogy közösségben legyünk Istennel ilyen módon is, és minden lehetséges módon. So they've been in this koinonia, in this spiritual fellowship. Tehát ebben a koinóniában, ebben a szellemi közösségben voltak. There's another word. És aztán van ott egy másik it szó says, is. They continued. Azt mondja, hogy ők foglalatosak voltak, hogy megmaradtak. And this is another Greek word. Az egy másik görög szó. Proskatereo. Proskatereo. They continued. Folytatták ebben. And the, it means they insisted. Szóval azt mondja, hogy kitartottak abban, hogy ezt tegyék. They've been doing, they've been looking, searching for it. Keresték ezt, csinálták. Not just being passive and just waiting until this fellowship will come to you. Nem csak passzívan várták, hogy majd ez a közösség bekopogtat az ajtajukon, eljön but hozzájuk. But I am active. Hanem aktív vagyok. And I'm looking for it. És and I'm keresem searching ezt. For it. Keresem, kutatom. And I'm longing for this. És vágyom erre. Because I know that this is my spiritual health. Mert tudom, hogy ez ebből jön a szellemi egészségem. This is my spiritual protection for my heart. És ez a szellemi védelme a szívemnek. Take care of your heart. Gondoskodj a szívedről, vigyázz rá. Because it's a source. Mert ez a forrás. It's a center. Ez egy központja az életünknek. You know, and fellowship, spiritual fellowship is our protection. És a közösség, a szellemi közösség a védelmünk. Daily, the church is under attack. Nap mint nap a gyülekezet támadás alatt áll. I mean, believers are constantly under attack. Értem, a hívők folyamatosan támadás alatt is it surprising? Állnak. Meglepő ez? I don't think so. Nem hiszem. It's like it's a fact. Ez egy tény. I read about this story about one pastor who was traveling in a plane, sitting in a plane. Olvastam egy történetet egy pásztorról, aki egy repülőn utazott. And he saw the man who was away, two seats away from him. És hogy ott ült, látott egy embert, aki ilyen két ülésre lehetett tőle. And this man had some slip of paper in his hand. És az annak a férfinak a kezében volt egy papírlap. And he was concentrating and his lips were moving. És koncentrált, és közben mozogtak az ajkai. So this pastor decided to initiate a conversation. So a pastor úgy döntött, hogy akkor egy beszélgetést kezdeményez vele. And he just leaned over and he said, like, it seems like you are trying to memorize something. És akkor odahajolt hozzá, és azt mondta neki, hogy úgy tűnik, mint hogyha próbálnál megjegyezni valamit kívülről. And this man answered, not really, I'm praying. És ez az ember azt mondta, nem, igazából nem, én csak imádkozom. The pastor said, like, yeah, I believe in prayers too, it's és great. A pastor azt mondta, hogy én is hiszek az imában, ez nagyszerű. And this man says, no, I have a special task, a special duty. De ez az ember azt mondta, hogy nem, nekem egy különleges feladatom, egy különleges kötelességem. Pastor is asking, what kind of, what do you mean? És a pastor megkérdi tőle, hogy micsoda. And this man says, I'm praying for the downfall of all Christian pastors. És azt mondja, hogy én minden keresztény pásztor bukásáért imádkozom. You know, and pastor said, like, wow. És ez a pásztor azt mondta, hogy tűha.
And he said, like, well, I'm also falling into the same category. És azt mondta, én is beletartozom abba a kategóriába. He says, is my name in this list, in your list? És aztán megkérdezte tőle, az én nevem is ott van a listádon? And this man answered, not in my list. És az ember azt mondja, az enyémen nem. It's like, and we are constantly under attack. Folyamatosan támadás alatt állunk. Think about this, that the devil is az ördög at work. Munkálkodik. And yes, we are under attack. És igen, támadás alatt állunk. There's a verse in Psalm 23, verse 4. És van egy vers, a 23. Zsoltár 4. verse. It says, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. And this verse is teaching us very important principle. És ez a vers nagyon fontos elvet tanít nekünk. So, though I walk through the valley of shadow of death, and shadow of death means grave. És itt ugye azt mondja, hogy még a halál árnyékának völgyében járok is, és a halál árnyék ez a sírt jelenti. Though I'm walking in the valley of grave, még hogyha a sír völgyében járok is, I will fear no evil, I will not respect evil. Nem félek a gonosztól, nem tisztelem azt. You know, I will not, you know, have a thought about this. I will not give a thought to this. Rá se gondolok. I will not honor, I will not respect fear. Nem tartom tiszteletben. I will not respect evil. A gonoszt. You know, it's the same word is used in the Proverbs 9:10. Ugyanezt a verset használja Példabeszédek 9:10. When it says the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Ahol azt mondja, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. The same word, fear. Ugyanaz a szó van ott is a félelemre, respect. Ami tiszteletet jelent. And here it says, fear of the Lord is beginning of wisdom. És ott azt mondja, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Respect of the Lord is a beginning of wisdom. Az Úr tisztelete a bölcsesség kezdete. And if I will go through the valley of grave. És hogyha a sír völgyén megyek is át. I will not respect evil. Nem fogom tisztelni a gonoszt. But I will search for a fellowship. I will search for light. Hanem közösséget fogok keresni, a világosságot keresem. You know, fearing the Lord and walking in darkness, it's a paradox. Ha félem az Urat és a sötétségben járok, ez a kettő dolog így ellentmond egymásnak. You know, Bible says, God, Jesus says about himself, I'm the light of the world. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. In John 8:12. János 8:12-ben. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ki engem követ, nem fog a sötétségben járni, hanem övé lesz az élet világossága. And also in 1 John 1:9. És 1 János 1:9-ben. If we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Ha világosságban járunk, ahogy ő is a világosságban jár, közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. If we walk in the light, hogyha a világosságban járunk, John 1:4 says, János 1:4 azt mondja, in him was life, and the life was the light of men. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. His life, az ő élete, is a light for us. Világosság számunkra. If we walk in this, in his life, hogyha az ő életében járunk, we have an amazing light, akkor csodálatos világosságunk van, and we have a tremendous and an amazing fellowship with each other. És csodálatos, hatalmas közösségünk egymással. You know, and someone said, when you are in the darkness, valaki azt mondta, hogy ha a sötétségben vagy, never doubt what God showed you in the light. Soha ne kételkedj abban, amit Isten a világosságban mutatott neked. Even though you're walking in this valley of grave. Még akkor is, hogyha a sírnak a völgyében jársz. Don't doubt in what God showed you, what God taught you before. Ne kételkedj abban, amit Isten előtte mutatott neked, tanított neked. You know, and it really teaches us. It means that we can walk in the light even if we don't see this light. És ez azt jelenti, hogy akkor is járhatunk a világosságban, hogyha nem látjuk azt a világosságot. If we don't experience it emotionally. Hogyha nem tapasztaljuk meg az érzelmeinkkel.
You know, there's emotional temporal darkness. Mert van ilyen időleges sötétség az érzelmeinkben. And there's a permanent spiritual darkness. De van egy tartós szellemi sötétség is. And Jesus said, like, I'm giving you my life. És Jézus azt mondta, hogy nektek adom az én életemet. That you would have light. Hogy legyen világosságotok. That you would have fellowship. Hogy legyen közösségetek. That this spiritual fellowship would be the answer. És ez a szellemi közösség legyen a válasz. When Satan tries to attack. Amikor Sátán támadni próbál. When sin tries to be strong in your life. Amikor a bűn erős akar lenni az életedben. This is the answer. Ez a válasz. Do we feel it or not? Akár érezzük, akár nem. We have conviction. Van meggyőződésünk. That God. Isten. Is our hiding place. A mi rejtekhelyünk. Fellowship of the saints. És a szentek közössége. Is the answer. A válasz. And by the way, greetings from Debrecen saints. Mellesleg üdvözletek a debreceni szentektől. Yesterday we had an amazing fellowship. Tegnap csodálatos közösségünk and volt. Today they're watching us. És ma ők is they're nézik a always watching the church services and they're enjoying so much this fellowship. Mindig nézik az istentiszteleteket és nagyon élvezik ezt a közösséget. So please pray for the church there. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok az ottani gyülekezetért. Ez nagyon fontos. And prayer is a part of fellowship és of the saints. És az ima, az része a szentek közösségének. Thank you, God bless you. Köszönöm, Isten áldjon benneteket. Jó reggelt kívánok. Good morning. Micsoda ige volt, köszönjük, Pastor Zoli. What a word we just heard. Thank you, Pastor Zoli. Szellemi közösség. Spiritual fellowship. A felajánlás következik. And, this is the offering. És ha megengeditek, mondok egy viccet. If you allow me to, I'd like to tell a joke. Két rendőr beszélget. Two policemen are talking. És mondja az egyik, hogy képzeld, a sógorom meghalt epilepsziában. And one tells the other, imagine my brother-in-law died of epilepsy. Epilepsia. Epilepsy. Hazahozzátok, vagy ott temetitek el? Will you bring him home or will you bury him there? Nekem tetszett. I liked it. Okay, a felajánláshoz. By the way, kicsit komolyan. A bit more seriously. Jó az, hogyha nem veszik túl komolyan magunkat. It's good if we don't take ourselves so seriously. János 10:10-ben azt mondja az ige. John 10:10, the word says. Hogy a tolvaj azért jött, hogy Sátán azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. That Satan, the thief, came to kill, to destroy. És ő elveszi. And to steal. Úgy tesz, mintha kérné. And he takes things away from us. He pretends as if he's asking for it. Úgy tesz, mintha adna cserébe. And he pretends as if he's giving something in return. Néha becsap. Sometimes he deceives us. Így elveszi, ellopja. But he takes it away, he steals it. És néha erővel. And sometimes he does it by force. És néha betör. And sometimes he just breaks in. És erőszakkal. And he does it with violence. És ez így a pénzünkre is érvényes, azt hiszem. And I believe that's also true about our money. Nyilván ez egy szellemi elv. Of course, this is a spiritual principle. De azt mondja ugyanez a vers a második felében, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködő életünk legyen. But the second part of this same verse says that Jesus came that we might live and have life abundantly. És ő nem elvesz tőlünk, nem becsap, nem manipulál. And he doesn't take away from us, he doesn't cheat us, he's not manipulating us. Néha úgy tesz, mint egy apucia a gyerekével. Sometimes what he does is what the father does to his child. Hogy odaad neki valamit, és akkor azt kérdezi, hogy nekem adsz belőle egy keveset? That he gives something to the child and asks, would you give back a little bit from it to me? És itt nem az adásról szól a dolog. And it's not about giving. Hanem a bizalomról. But about trust. Hanem a kapcsolatról. About the relationship. És amikor én odaadom azt a keveset. And when I give back to him that little bit. Akkor ő kinyitja a menny áldásait, és rám árasztja azokat. Then he opens the blessings of heaven and showers it on us. Hogy életünk legyen és bővölködjünk. That we would have life and we would have it abundantly. Úgyhogy csak adjunk. So let's just give. Könnyedén. Just easily. Vidáman, úgy, ahogy ezt eldöntöttük a szívünkbe.
as we have decided it in our hearts. Köszönjük neked, Atyánk, hogy mindenünk tőled van. Thank you, Father, that everything we have is from you. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki gondoskodsz rólunk. And thank you, Lord, that you are the one who provides for us. Kérünk, hogy áld meg a felajánlást. We ask you to bless the offering. Sokszorosítsd ezt. Multiply it. És használd a te dicsőségedre. And use it for your glory. Az Úr Jézus Krisztus nevében. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dicsőség Jézusnak. Glory be to Jesus. Tudná valaki azt mondani erre a dalra, hogy ámen? Could anyone say amen. An amen to this song? Az volt az érzésem, amikor hallgattam ezeket a dicsőítő dalokat. As I was listening to these worship songs. Hogy ezek egy teljes értékű prédikációk. I felt they are like preachings with full value. Mindegyik egyenként. Each one of them. Együtt meg olyan volt, mint hogyha egy konferencián vettem volna részt. One by one and then together they were as if I was there in a conference. És utána jött Pastor Zoli a szellemi közösséggel. And then Pastor Zoli came with spiritual fellowship. Amit Isten nekünk ajándékozott. That God has given us. Az meg már olyan volt, mint hogyha a mennyországának a küszöbén átléptem volna. And that was already like going through the threshold of heaven. Föltettem magamba a kérdést, hogy hol vagyok ma délelőtt. Asked the question to myself, where am I this morning? Néha időnként érdemes megkérdezni. Sometimes hol vagyok én, mit csinálok? It's worth asking, where am I? What am I doing? És itt vagyunk ma a Biblia szól gyülekezet
Isten tiszteletén. And here we are today at the service of the Bible Speaks Church. Ne lepődjetek meg, hogy kiejtjük Istennek a nevét. So don't be surprised if we say the name of God. Ha fölemeljük Jézus Krisztust. If we lift up Jesus Christ. Aki az egyetlen szabadító, aki adatott erre a földre. Who's the only deliverer who was given to this earth. És azt gondolom, hogy egy igazi szellemi közösséghez. And I think for a true real spiritual fellowship. Igazi szellemi könyv tartozik. There has to be a real spiritual book. Sok könyv van a világban. There are a lot of books in the world. De olyan, mint a Biblia, olyan nincs más. But there is none other that would be like the Bible. Az magasan fölötte van minden más könyvnek. That's far above all other books. És nem egyszerű könyv. And it's not an easy book. Mert nem egy testi könyv. Because it's not a carnal book. Nem lelki könyv. And it's not a soulish one. Bár vannak benne lelki dolgok is. Though there are soulish things in it. Hanem elsősorban szellemi könyv. But it's primarily a spiritual book. És itt szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy Jézus egyszer azt mondta, hogy az Isten a szellem. And I'd like to remind you here that Jesus once said that God is a spirit. Sokan gondolkodtak Istenről, filozófusok, were thinking about God, a lot of philosophers, különböző vallásoknak a képviselői, or representatives of different religions, de én mindennek fölött odafigyelnék arra, amit Jézus, az Isten fia mondott. But above all, I would pay attention to what Jesus, the Son of God, said. És ő azt mondta, hogy az Isten szellem. And he said that God is spirit. És Istent csak egyetlen egy módon lehet imádni igazán. And we can only worship God in one way. Szellemben. In spirit. És igazságban. And in truth. És köszönjük, Uram. And thank you, Lord. Hogy te megadtad a szellemedet. That you gave your spirit. És itt van a kezünkben Isten igazsága is. And here we have in our hands the truth of God as well. De mégsem egyszerű. But still it's not easy. Időbe telik. It takes time. Amíg teljes szívemmel tudok azonosulni az írással. Until I can identify with the scriptures with my whole heart. Időbe telik, amíg bejön az életembe a Szentírás. It takes time until the scriptures come into my life. Időbe telik, amíg azonosulok vele. It takes time until I identify with it. De az idő az értünk dolgozik. But time works for us. És hála Istennek a kereszténységünk az nem egy-két napig tartó dolog. And thanks be to God, our Christianity is not something that lasts only a couple of days. Hanem egy egész életre szóló dolog. But it's for a whole life. Nem egy egész életre. No, it's not az örökké valóságra szóló dolog. It's for whole eternity. Hogyha egy versben összefoglalhatnám azt, amit szeretnék átadni nektek üzenetben, akkor a 2 Timóteus 3:14. Versében olvashatók lennének azok. That would be 2 Timothy 3:14. Ha megengeditek, akkor ezt felolvasom. So, let me just read it. Mivel nem látok ellenállást, ezért hozzákezdek. I don't see any contradiction, so I will start. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Miket tanultam én? So what things did I learn? Úgy értem, a Bibliából mit tanultam? I mean, what did I learn from the Bible? Mert hogy az egész életünk során tanulunk mindenhol. Because wherever we are in our life, we are always learning. De ez a kis szakasz itt a Bibliában van. But this portion is from the Bible. És ez a Bibliára vonatkozik. And it refers to the Bible. Istenre vonatkozik. Refers to God. Jézusra vonatkozik. Refers to Jesus. De te maradj meg azokban, amiket tanultál. So, but you continue in the things that you have learned. Ki volt az első személy, aki beszélt neked Istenről, Jézusról? Who was the first person who spoke to you about God, about Jesus? Mit tanított neked? What did he teach? Emlékszel még rá? Do you remember?
Én amikor gyerek voltam, when I was a child, bár megkereszteltek egy katolikus templomba, I was baptized in a Catholic church, de teljesen öntudatlan állapotban voltam. But at the time I didn't know anything about what was going on. Azt se tudtam, hogy létezem. I didn't even know if I was existing. Igazából csak azért tudok róla, mert elmesélték, hogy megkereszteltek. So the only reason why I know I was baptized is that és they told me. És nem igazán jártam a templomba. And I wasn't really going to church. Csecsemőként egyáltalán nem, csak amikor elvittek keresztelni. As an infant, absolutely not, only when they took me for utána my baptism. Utána is csak ritkán. But even after that, just very rarely. És egy olyan ember tanított nekem először Istenről, Jézusról, aki szintén nem járt templomban. And the first person who taught me about God, about Jesus, was someone who was also not going to church. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy nem kell járni templomban. And I'm not trying to say that you don't have to go to church. És mi is most itt egy közösségben and vagyunk. And we are also here in fellowship now. De ahogyan a pásztor Zoli is mondta, nem csak a gyülekezetben lehetünk szellemi közösségben. But as Pastor Zoli also said, we can be in spiritual fellowship not only in the church. Hanem bárhol taníthatnak bennünket. But anywhere we szellemi, can be taught igaz dolgokra Istentől. Spiritual things, true things from God. Úgyhogy a nagypapám volt az első, aki Istenről, Jézusról beszélt. So it was my grandfather who first told me about God, about Jesus. És sokszor mondta nekem azt, hogy fiam, menj Isten hírével. And many times he told me, my son, go with news of God, és or go in the name of God. Én azt hittem, hogy ez egy köszönés. And I thought that was a greeting. A falusi emberek így köszönnek, menj Isten hírével. People in the villages greet each other this way, like go in the name of God. És tényleg sokáig köszönésként vettem ezt, and amikor elbúcsúztunk. For a long time, I just considered that as a greeting. És később esett le, hogy hé, van Istennek híre, and amit tovább kell adnunk és tovább kell vinnünk. Later I understood that, yeah, actually there is a news about God that we have to believe and then pass on. És a nagypapám volt az, aki először beszélt nekem Jézusról. And it was my grandfather who first told me about Jesus. És történeteket mondott nekem Jézusról. And he shared stories about him. És sok-sok tíz év után rájöttem, hogy azok a történetek, amiket ő mondott, nincs is benne a Bibliában. And after decades I realized that those stories that he told me about Jesus are not even in the Bible. De János is megírta, a szeretett tanítvány. But even John, the beloved disciple, wrote. Hogyha minden történetet leírnék, ami megtörtént Jézussal, az nem férne bele ebbe a könyvbe. That if I wrote down all the stories that happened to Jesus, they could not fit in this book. Úgyhogy a nagypapámtól hallottam egy ilyen történetet. So from my grandfather I heard such a story. És hogyha kíváncsi vagy rá, akkor elmondom neked majd később. And if you would like to know it, then later I can share it to you. Szóval maradj meg azokban, amiket tanultál. So continue in the things that you have learned. És amik reád bízattak. And that you were assured of. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor egyszer tanítottam a Bibliából, long time ago when I once taught from the Bible, így belém villámlott valami, I just realized something, hogy nagyon veszélyes a Bibliával foglalkozni. It's that it's very dangerous to deal with the Bible. Mert teljesen feje tetejére fordítja az embernek az életét. Because it just turns your life upside down. Olyan dolgokat olvashatsz benne, you can read things in it, amik az egész eddigi életedet megkérdőjelezik. That will question your whole life so far. És igen veszélyes vele foglalkozni. And it's very dangerous to spend time with it. De a felismerésem másik része az volt. But then the other side of my recognition was, sokkal veszélyesebb. That it's much more dangerous. Nem foglalkozni vele. Not to spend time with it. Az sokkal veszélyesebb. That's much more dangerous. Ma ennek a kornak, ennek a világnak, illetve ebben a világban élő embereknek today in this age, in this world, or the people who live in this world, ezek az emberek, akik itt élnek ebben a világban, so those people who live in this world, a mai korban this age, hihetetlen veszélynek teszik ki magukat. They really put themselves in danger. Mert nem gondolkodnak Istennek a dolgairól. Because they don't think about the things of God. Mert az életük messze is távol van a Szentírástól. Because their lives are really far from the scriptures. Azt mondta valaki, somebody once said, hogyha
hogyha nem emlékezteted magad újra és újra Istennek a nagy dolgaira. If you don't remind yourself again and again about the great things of God. És hozzátehetném azt Istennek a kis dolgaira. And I could also add the little things of God. Mert amihez Isten hozzányúl, az lehet, hogy azt mondom, hogy kicsi, de mind nagy. Because anything God touches is great. Akkor abban a veszélyben lehetsz. Then you can be in the danger of. Hogy észrevétlen módon egyszerűen csak elfelejtkezel Istenről. Forgetting about God in a way that you don't even realize. És ezért van nekünk szükségünk szellemi közösségre. So that's why we need spiritual fellowship. Hogy mi ne felejtkezzünk el róla. That we wouldn't forget about it. Ezért van szükségünk a szellemi könyvre, a Bibliára. That's why we need the spiritual book, the Bible. Hogy újra és újra forgassuk és emlékeztessük magunkat. That we would turn it in our hearts again and again, and we would remind ourselves of it. A legnagyobb veszély, a legnagyobb tragédia az, hogyha valaki elfelejtkezik Istenről. The greatest danger, the greatest tragedy is when somebody forgets about God. És ma egy ilyen korban élünk. And this is the time and age that we live in. Ma egy olyan korban élünk, ahol az emberek mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül csak úgy viccesen, nagyon könnyed módon azt mondják, nincs Isten. Today people without any gear, just in a joking way, very lightheartedly, they just say there is no God. És büszke vagyok, hogy azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy magukról, hogy ateista vagyok. And they are proud that they belong to those who call themselves atheists. És egyre hangosabban beszélnek. And they are louder and louder. És fura. And it's strange. De még az ateisták is tartanak Isten tiszteletet. But even the atheists have vannak church nekik papjaik. They have priests. Prédikálnak. They are preaching. Dicsőítenek. They are worshiping. Nagyon fura. It's very strange. Na most Jézus Krisztus az Isten fia nem hitt az ateizmusban. Now Jesus Christ, the Son of God, he didn't believe in atheism. Lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ateisták. There might be people who call themselves atheists. És megtehetik, mert van szabad akaratuk. And they can do it because they have a free volition. De nem tudom, mit szólnak Jézushoz. But I don't know what they think about Jesus. Mert Jézus Krisztus az életével, a szavaival, a tanításával, a feltámadásával, a halálával Isten szeretetét, Istennek a személyét hirdeti. Because Jesus Christ is proclaiming God's person, God's love with his life, with his deeds, with his death, with his resurrection. Ezért van, hogy az ateisták szeretnék valamilyen módon kivenni Jézust a történelemből. So that's why the atheists try to take Jesus out of history. 92-ben, amikor az életemet Jézus Krisztusnak adtam. In 92, when I gave my life to Jesus Christ. Szegeden éltem. I was living in Szeged. És Szegeden van egy tudományegyetem, József Attila tudományegyetem. And in Szeged there is this university. És egy ottani hívő hívta fölre a figyelmemet, and a believer from there, hogy ott az egyetemen azt tanították, hogy valójában Jézus nem is létezett. Drew my attention to the fact that there at the university they were teaching that Jesus actually didn't even exist. És lehetséges, hogy más egyetemen is tanították ezt. And it could happen that in other universities they also. És az a jegyzet, ami erről szólt, amiben ez le volt írva. And that course book which was about this, which néhány oldal később a Júdás pénzről beszélt. Few pages later spoke about Judas's money. Tudjátok, amivel you know, Júdás eladta Jézust, amiért the money that Judas sold Jesus for. Tehát Jézus nincs. So there is no Jesus. De Júdás pénz van. But Judas's money is there. Nem, a kettő az együtt van. No, the two go together. Az egy történetnek a részletei, részei. They are part of the same story. Úgyhogy maradjunk meg azokban, amiket tanultunk. So let's continue in the things we have learned. Amik reánk bízattak. That were trusted to us. Jézus Krisztus miután föltámadt, azt mondta, menjetek szerte a világba. Jesus Christ, after he was resurrected, he said, go into the whole world. És hirdessétek, hogy van bűnbocsánat. And preach that there is forgiveness of sins. És hirdessétek azt, hogy legyőztem a halált. And proclaim that I have overcame death. És van egy új kezdet minden ember számára, ha bennem bízik. New beginning for everyone if they trust in me. Nem kell, hogy kényelmetlenül érezd magad. You don't have to feel uncomfortable. Amikor valakivel megosztod a hitedet. When you share your faith with someone. Ezt Jézus Krisztus bízta rád. This was entrusted to you by Jesus Christ. És még azt is rád bízta, hogy
hogy szeresd a fele barátodat. And he also entrusted you to love your neighbor. És azt is rád bízta, hogy add tovább a megbocsátást, amit te tőle kaptál. And he also entrusted you to pass on the forgiveness that you've received és from hogy, him. És hogy emeld föl az életedben Istent. That you would lift up God in your life. És hogy táplálkozz az ő igéjével minden nap. And that you would feed on his word every day. Ez lett ránk bízva. This is what was entrusted to us. Istentől. From God. És minél inkább beleássuk magunkat az írásba, and the more we dig ourselves into the scriptures, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy mi az, amink ránk van bízva. The more obvious it becomes what is entrusted to us. És azt is nézd meg, hogy kitől tanultad. And also check out who you learned it from. Amikor megtértem 92-ben, when I got saved in 92, ez otthon történt, egyedül voltam. It happened at home, I was alone. Egy nagyszerű keresztény embernek a bizonyságtételét olvastam el. And I was reading the testimony of a great Christian. Hát ennek már közel 21 éve. It's almost 21 years ago. Személyesen nem ismerem ezt az embert. And I don't know that person personally. De a mennyországban meg fogom neki köszönni. But in heaven I will ha thank itt nem him találkozom vele. If I don't meet him here. Azt gondolom, hogy még él. I think he's still alive. Úgy értem, itt életben van a Földön. I mean, somewhere on the de earth. Lehet, hogy csak a mennybe fogok vele találkozni. But maybe I will only meet him in heaven. Szóval, amikor befogadtam Jézust az életemben, when I received Jesus in my life, az ő bizonyságtételének a hatására, because of that man's testimony, akkor elkezdtem olvasni a Szentírást. Then I started to read the scriptures. 25 éves voltam, amikor kinyitottam a Bibliát. I was 25 years old when I opened the Bible. Istenről, Jézusról már korábban is hallottam. And I heard about God, about Jesus even before. De nem a Biblia alapján. But not based on the Bible. Édesanyám azt mondta, hogy Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor. My mother told me that little Jesus brings the gifts at Christmas. Ez a része nem nagyon érdekelt. I wasn't really interested az ajándék része sokkal inkább. The gifts were much more interesting. És for amikor me. 25 évesen elkezdtem olvasni az írást, akkor döbbentem rá, hogy a Biblia nem Jézuskáról beszél. And when I was 25 and I started to read the word, then I realized that the Bible is actually not about the little Jesus, hanem egy húsvér emberről, but about a real man, nem egy kis babáról, not about a little baby, aki repül szárnyakon, who has wings and is flying around, hanem egy húsvér emberről, but about a real person, aki szeret engem, who loves me, aki olyan csodákat tett, amit még soha senki. Has done miracles that no one else has aki bár ever done. Ember volt 100%-ig. Who though was a man 100%. De emellett Isten is volt. But he was also a testélet Isten. God incarnate. Az egyetlen, akinek volt hatalma legyőzni a gyógyíthatatlan betegségeket. The only one who had power to overcome incurable diseases. Az egyetlen, akinek hatalma volt föltámasztani a halottat. The only one who had power to raise the dead. Az egyetlen, aki tudja igazából a jövőt. The only one who really knows the future. És amikor ezzel találkoztam a Bibliába, elámultam. And when I met all this in the Bible, I was amazed. És azt mondtam Jézusnak, soha életemben nem találkoztam hozzád hasonlóval. And I told Jesus, never in my life did I meet anyone like you. És ez volt az egyik oka, hogy a hitemet Jézus Krisztusba fektettem. And that was one of the reasons why I put my faith in Jesus. Ez volt az Christ oka, hogy kértem őt, hogy jöjjön be az életembe. That was the reason why I asked him to come into my life. És én elhittem, hogy ő értem halt meg a kereszten. And I believed that he died on the cross for me. És elhittem, hogy az ő vére, ami kiontatott a kereszten, az az én bűneim bocsánatára volt. And I believed that his blood that was shed on the cross was for the forgiveness of my sins. És amikor az örök életről hallottam őt, illetve olvastam, and when I read about eternal life, akkor azt mondtam Jézusnak. Then I told Jesus. Jézus, ez igaz. Jesus, is this true? Van örök élet. There is eternal life. Soha nem tartottam természetesnek a halált. I never considered death as a natural thing. Emlékszem, amikor Szegeden egy új helyre költöztünk. I remember when in Szeged we moved to a new place. Volt egy biciklim. I had a bike. Volt.
I had a bike. És bejártam az egész környéket a biciklimmel. So I was just riding around the whole neighborhood. És nem voltam hívő fiatal kis fiú, hát ilyen tínédzser fiú voltam. And I wasn't a believer, I was like a teenager. És volt ott egy elhagyatott temető, amerre laktunk. And there was this cemetery. Már nem használták ezt a temetőt. And it was not used anymore. De azért érdekes volt a különböző sírok. But it was interesting the different tombs. Valamelyiket ki is nyitották egyesek. Some of them were even opened up by some people. Hatalmas növényzet volt benne. There was great plants in there. A kapuja leszakadva. And the gate was already broken. És a kapu fölött volt egy kiírás. And above the gate there was this writing. Ahol már egyes betűk szintén így félig meddig majdnem leesve voltak. And some of the letters were kind of like falling down. És az egyik alkalommal, amikor úgy arra bicikliztem, így ránéztem erre a kapura, once, meg a temetőre. When I was riding by, I looked at the gate and the cemetery. És tudjátok, mi volt írva oda a kapu fölé? And do you know what was written above the gate? I'm sure you kind of. Feltámadunk. It így said, van, ez, feltámadunk. We will be raised again. Egy leromlott temető. It was a broken down egy ócska cemetery, kapu. Broken és ott, ott van egy szó, hogy feltámadunk. And then there is this word, we will be risen. És abban az időben nem volt szellemi közösségem Istennel. And at the time I didn't have spiritual fellowship with God. És nem is gondolkodtam el nagyon. And I didn't even. De azért nagyon furának tartottam tinédzserként, hogy mi ez, hogy feltámadunk? But as a teenager, it seemed so strange to me. What is this that we will be raised? Most már hihetetlen értékkel bír ez a szó számomra. Now this word has immense value for me. És a Jézus Krisztusban való hitben megvan ez az élő reménységem. And in faith in Jesus Christ, I have this living hope. Bár meghalok, though I will die. És nem akarlak elszomorítani titeket, ti is meg fogtok halni. And I don't want to make you de feltámadunk. Sad, but you will also die, but we will be risen. És nem csak azok, akik hívők voltak. And not only those who were mindenki believers, feltámad. But everybody will be risen. De nem mindegy, hogyan és hol. But it doesn't matter, like how and when. És amikor olvastam a János evangéliumában Jézusnak a beszédét, amikor azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hisz, ha meghal is él, ez olyan, mintha nem is tudom, mivel kenegettek volna. And when I read in the Gospel of John, élő balzsammal. That I am the resurrection and life, and those who believe in me, even if they die, will live. It's like as if they would be putting this balm on me. Én egy olyan ember vagyok, aki nagyon szereti az életet. I'm a person who really loves life. Szeretem az életet. I love life. Szeretem a fényt. I love light. Az illatokat, az ízeket. Sweet smells and. Szeretem taste. Az embereket. I love people. Ebből a távolságból. From this distance? Nem, közelebbről is szeretem even őket. Closer. Szeretek gyönyörködni a világban. I love to delight in this world. És én életpárti vagyok. And I'm pro-life, I mean for life. És amikor Jézustól megtudtam, hogy van örök élet, and when I learned from Jesus, akkor that majd there is kiugrottam eternal a bőrömből. Life, then I was just so excited about it. Úgy érted, ha meghalok, akkor is élni fogok, ha hiszek benned. Do you mean, even if I die, I will live if I believe in you? És azt mondta Jézus, igen. And Jesus said, így yes, gondolom. This is what I think. Így gondolom. This is how it is. És amikor megtértem, and when I got saved, akkor mindenkinek elmondtam. Then I told it to everyone. És a 90%-a nem értette, miről beszélek. But 90% of those people didn't understand what I was talking about. De voltak about, akik értették. But there were some who did. És voltak, akik ma azért vannak a mennyországban, mert megértették és elfogadták. And there were some of them who are in heaven today because they understood and received it. Úgyhogy menjünk tovább. So let's go on. De ezt a verset kérlek ne felejtsd el. But please don't forget this verse. 2 Timóteus 3:14. 2 Timothy 3:14. Maradjunk meg. Let's continue. Azokban, amiket tanultunk a Bibliából, Istentől, a Szent Szellem által. In the things which we have learned from the Bible, from God through the Holy Spirit. Maradjunk meg azokban, amik reánk bízattak Jézus Krisztus által. And let's continue in the things that were entrusted to us through Jesus Christ. Az apostolok által. Through the apostles. A hiteles tanítók által. Through teachers. Real.
a pásztoraink által. Through our pastors. És tudjuk azt, hogy kitől tanultuk. Let's know of whom we have learned them. Az ördög is tanít. Because the devil is also teaching. Van ördögi bölcsesség. And there is devilish wisdom also. De nekünk Isten megadta a Szent Szellemét, a Szent Lelkét. But God has given His Holy Spirit to us. És ő a mi tanítónk. And He is our teacher. És ő a mi vigasztalónk. And He is our comforter. És ő az, aki lakozás vesz akkor benned, amikor te hiszel Jézus Krisztusban. And He is the one who comes to dwell in you when you believe in Jesus. Ő tanít napról napra. He teaches you day by day. És amikor megtértem 92-ben. And when I got saved in 92. Én nem is tudtam, de a Szent Szellem tanított engem. I didn't even know about it, but the Holy Spirit was teaching me. Olvastam az evangéliumot. I was reading the Gospels. Nem értettem belőle mindent. I didn't understand everything from it. De egyszerűen belém jött. But somehow it just ahogy olvastam, ahogy gondolkodtam rajta. As I was reading it, as I was thinking about it. És a megtérésem után körülbelül 2 héttel kopogtattak az ajtónkon. And about 2 weeks after I got saved, some people knocked on my door. És két nagyon jól öltözött ember állt az ajtóba, nyakkendőbe, people stood at Bibliával the door, a kezébe, with a tie and with a Bible in their hands. És mosolyogva mondták, hogy Biblia kutatók vagyunk. And smiling they said, we are Bible researchers. És olyan embereket keresünk, akik szeretnének még többet tudni a Bibliából. And we are looking for people who would like to know even more. És én azt mondtam neki, hogy én vagyok az. And I told them, I am the one. Én akarok a Bibliából még többet tudni. I want to know even more és Jézusról szeretnék még többet and tudni. I want to know more about Jesus. Mert ő elámított engem. Úgy értem, elámultam, nem ámított, mert az egy hazugság. He just amazed me. Ámulatba ejtett. He really amazed me. És nem tett bele 15-20 perc. And then in 15-20 minutes. És én rájöttem, hogy azok az emberek, people, akik hozzám bejöttek, me, azok nem ugyanazok voltak, mint én. They were not the same as I was. Ők egy másik szellemből voltak. They were from a different spirit. Ők másképp értették a Bibliát. They understood the Bible in a different way. Mert nekik más emberi tanítóik voltak. Because they had different human teachers. De nekem Isten volt a tanítom. But God was my teacher. A Szent Szellem volt a tanítom, még akkor is, hogyha nem tudtam róla. The Holy Spirit was my teacher, even if I didn't know és, about it. És nem találtam velük szellemi közösséget. So I couldn't find a spiritual fellowship with them. Mert ők egy másik Jézusról próbáltak engem meggyőzni. Because they were trying to convince me about a different Jesus. És én azt mondtam, köszönöm szépen, and I said, nekem arra a Jézusra van szükségem, ami a Bibliában van. No, thank you. I need the Jesus who is in the Bible. Nem pedig az őrtorony újságba. And not in vagy the az Ébredjetek újságba. Magazine or other magazines they have. Úgyhogy Isten tanított engem. So God was teaching me. És még nem fejezte be. And he is not through with it yet. Még mindig tanít. He's still teaching me. És igazából ez az üzenetnek csak a bevezetője. And this was actually just the introduction for the message. Még el sem tudtam kezdeni. I couldn't even start. Lukács 9. In Luke 9. 23. vers. Verse 23. Jézus beszél a tanítványokhoz. Jesus is talking to the disciples. És az emberekhez, akik körülvették őt. And the people that surrounded him. És nagyon sokan vették őt körbe. And there were a lot of people around him. Mondja vala pedig mindeneknek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Két ember van a világban. There are two people in the world. Az egyik fajta az, aki nem követi Jézust. One kind are the people who are not following aki, Jesus. Akit nem érdekel Jézus. We're not interested in Jesus. Akit nem érdekel a Biblia. We're not interested in the Bible. És a másik fajta az, aki követni akarja Jézust. And then those who want to follow him. És mi azért vagyunk itt, mert követni akarjuk and őt. We are here because we want to follow him. Meg akarjuk őt jobban ismerni. We want to get to know him more. Igazi közösségbe szeretnénk vele lenni. We want to be in real fellowship with him. Nagyon érdekes ez a vers. And this verse is very interesting. Mert Jézus azt mondja, hogy
hogy meg kell tagadnom magamat. Jesus says I have to deny myself. De nem ez az érdekes, hanem a kereszt az érdekes, amiről beszélt. But that's not the interesting part, but the cross that he's talking Mert, about here. A kereszt az egy botrány. Because the cross is az egy kivégző eszköz. It was something used for execution. És mi már a kereszt után vagyunk. And now we are after the cross. És ma semmi probléma, hogy valaki egy keresztet hord a nyakába, vagy a fülébe, vagy a bőrére tetoválva. And now it's not a problem that someone is wearing a cross in their neck or as a tattoo on De ez a kereszt, ez egy nagyon brutális jel volt. But that cross was a very brutal sign. Ezt nem is lehet kifejezni emberi szavakkal. We cannot even express it with És human words. Én nem is nem tudom, hogy a tanítványok mit értettek ebből, vagy az emberek, And akik I ott voltak Jézus körül. What the disciples or the people who were around Jesus understood from this. Mert ekkor még nem történt meg a keresztre feszítés. Because at this time the crucifixion hasn't happened yet. Mégis Jézus a keresztről beszél, a keresztnek a hordásáról. Still Jesus was talking about the cross, about hogy vegye fel az ő keresztjét. Take up your cross. Minden nap. Every day. És kövessen engem. And follow me. Azt gondolom, I think, de nem vagyok benne biztos, though I'm not sure. De azt gondolom, hogy a 24. vers adja meg a választ, hogy mi ez a kereszt felvétel és a hordozás minden nap. I think verse 24 gives us the answer to what is this taking up your cross daily. És a 24. versnek a második része. The second part of verse 24. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Hogy minden embernek van élete. This is what Jesus says, that everyone has life. Nektek, nekem. You and I. Valamilyen módon élvezzük ezt az életet, vagy szenvedünk ebben az életben. In some ways we enjoy this life or we suffer in this life. A legtöbb ember szereti megtartani az életét. And most people like to keep their lives. Azon küszködünk, hogy minél jobb minőségben legyen ez. And we are struggling to have better and better quality of life. Hogyha egészséges a gondolkodásunk, nem akarjuk elveszíteni az életünket. If our thinking is healthy, then we don't want to lose our life. Persze vannak itt kísértések, hogy veszélyeztessük az életünket bizonyos dolgokkal. Of course there are temptations that we would endanger our lives. De szeretnénk az életünket megőrizni. But we want to keep our lives. Megtartani. We want to protected. És Jézus itt egy nagyon érdekes dolgot mond, azt mondja, hogy ha próbálod megtartani az életedet, and Jesus here says something very interesting, and akkor he el fogod veszíteni. If you try to keep your life, then you will lose it. Viszont hogyha elveszíted az életedet, én értem, but if you lose your life for me, akkor fogod megtalálni. Then you will find it. Ezt sokan nem értik. Many don't understand this. És azt mondják, hogy én nem megyek Jézushoz. And they say, I won't go to Jesus. Szó szerint én is ezt mondtam Jézusnak. And I also told this to him. Köszönöm Jézus, amit értem tettél. Thank you, Jesus, for everything that you've done for me. De én nem hihetek benned. But I cannot believe in you. Mert akkor fel kell adnom az életemet. Because then I have to give up my life. Akkor neked kell adnom az életemet. Then I have to give my life De én to azt you. Az életet szeretem úgy, ahogy van. But I like this life the way it is now. Nem, ez nem igaz. No, it's not true. Nem szeretem úgy, ahogy van. I don't like mert it nem úgy sülnek el now, a dolgok, ahogy szeretném. Because things don't happen the way I like them to happen. Csak vágyakozom, hogy jó életem legyen. Just desiring for a good life. De ahhoz ragaszkodom, hogy az az enyém. But I really just hold és nem akarom feladni. What I have, what is mine, and I don't want to give it up. De amikor rájössz, but when you realize, hogy valójában Jézus az élet. That Jesus is life. Ő az életnek a forrása. He is the source of life. Ő a teremtő. He is the creator. Akkor talán megérted, then you might understand, hogy miért mondja ő azt, hogy add föl az életed. Why he says, give up your life. Miért mondja azt, hogy veszítsd el az életed? Why he says lose your life? Mert hogyha nála nélkül élsz, because if you live without him,
Az élet forrása nélkül, without the source of life, az életadó nélkül, without the giver of life, akkor azt egyáltalán nevezheted életnek? Then can you actually call this life? Nem. No. Nem, az nem élet. No, that's not life. Az olyan, mint egy gyönyörű rózsa, amit levágsz a kertbe. It's like a beautiful rose that you cut in the garden. Belerakod egy gyönyörű kristályvázába. You put it into a beautiful crystal vase. És így néz ki némely ember a világban. And some people look like that in the world. Ott ül a kacsalában forgó palotájába, there, a kristályvázába. There they sit in their beautiful houses, in the crystal vase. Mindent elkövet annak érdekében, hogy ne öregedjen. And they do everything so that they wouldn't get old. Mindenfélét magára kren. They put all kinds of creams on wellness them. Wellness központba jár. They go to all these wellness egészségesen clubs. Táplálkozik. And they eat healthily. Teljes életet él. They live a full life. Minden nyáron elmegy valami jó kis helyre. Every summer they go to a nice place. De csak idő kérdése. But it's just a question of time. És ez a gyönyörű rózsa, ami ott van a kristályvázában. And that beautiful vase in that crystal vase. Az szépen kezd. Mit csinál egy rózsa? It's withering. Elhervad, igen. És elszárad. And it gets dry. És megbüdösödik még a víz is benne. And even the water it's in gets stinky. Mert megromlott. Because it's gone bad. Mert nincs benne élet. Because there's no life in it. És még az is lehetséges. And even that is possible. Hogy a kristályváza is eltörik. That crystal vase breaks. Ez nem az az élet. This is not the life. Amit Isten akar nekünk adni. That God wants to give us. Ez nem az az élet, amit Jézus akar nekünk It's adni. It's not the life that Jesus wants to give us. Úgyhogy az egy nyereség. So it's a gain. Hogyha elveszíthetem az életemet Jézusért. If I can lose my life for Jesus. Mert ő nem akárki. Because he's not just anybody. Ő a királyoknak a királya. He's the king of kings. Ő az élet kenyere. He's the bread of life. Ő a világ világossága. He's the light of the world. Ő az Isten fia. He's the son of God. Ő az, aki ítélni fog élőket és holtakat. He's the one who's going to judge over the Ő az, aki meghalt a világ bűneiért. He's the one who died for the sins of the world. Ő az, aki föltámadt a halálból. He's the one who was raised from the dead. Ő az, aki visszatér a mennyből. He's the one who returns from heaven. Az ő teljes dicsőségével és hatalmával. With all his glory and power. És akár hiszed, akár nem. And whether you believe it or not. Megvan írva. It is written. Be fog ülni az ő dicsőségének királyi székébe. That he's going to sit on the throne of his glory. És ítéletet fog mondani minden emberről. And he's gonna judge over every person. És szerte küldi az angyalait az egész világra. And he's gonna send out his angels all over the world. És akkor nem lesz ilyen választási lehetőség. And then there's not gonna be a choice. Jön az angyal. To decide that the angel comes. Peti. Hey, Peti, szeretnél Jézus elé jönni? Would you like to come before Jesus? Ott van az ő királyi székébe. There he is in his throne. És akkor Peti azt mondja, nem, nincs kedvem most. And then Peti says, no, I don't feel like it Épp right a kedvenc now. Filmem megy a tévébe. I'm just watching my favorite nem, movie. Nem lesz kérdés. No, it's not gonna be a question. Nem kérdezik meg az embereket. They Oda are not gonna ask az people, ő királyi but they will gather everyone before his throne. És Jézus megítéli őket igazságban. And Jesus will judge them in righteousness. És lesznek áldottak. And there will be the ones who will be blessed. Olyan emberek, akik az életüket elveszítették Jézusért. People who lost their lives for Jesus. És már itt ebben az életben megnyerték az életet, and és még az örök élet is az övék. Even here in this life they gained life and they also have eternal life. És lesznek olyanok, akikről Jézus úgy beszél, hogy átkozottak. And there will be those that Jesus calls as cursed. Akik bocsánat a kifejezésért, a döglött életüket nem akarták elveszíteni. Those who didn't want to lose their dead life. A halott életüket nem akarták they elveszíteni. They didn't want to give up their dead life. És Jézus azt mondja nekik akkor, and Jesus tells them, akkor then, maradjatok örökre halottak. Well, then remain dead forever. Mert hívtalak benneteket sokszor. Because I called you many times. És kitártam a karomat. And I opened my arms. És megvilágosítottalak benneteket
napról napra, újra és újra. And I enlightened you again and again, day by day. És ti ünnepeltétek az én születésemet. And you were celebrating my birth. És ettétek a finom karácsonyi vacsorát, meg ebédet. You were eating the delicious Christmas. És jól éreztétek Christmas magatokat. Dinner, and you had a great time. És évről évre megemlékeztetek az én keresztre feszítésemről. And every year you remembered és hallottatok a feltámadásomról. And you heard about my resurrection. És azt is hallottátok, hogy visszatérek. And you also heard about me returning. De nem hittetek azoknak, akiket hozzátok küldtem. But you didn't believe those that I sent to you. És ragaszkodtatok a halott életetekhez. And you clung to your dead lives. Akkor maradjatok halottak. So then remain dead. Úgy értem, legyen meg a ti akaratotok. I mean, let your will be done. Legyen a ti hitetek szerint. I mean, let it be according to you, according to your faith. Isten mentsen. God forbid. Isten mentsen. God forbid. Hogy az én hitem szerint legyen. That it would be. Úgy értem, az a hit szerint, ami kizárja Jézus, kizárja Istent, kizárja Istennek a szent könyvét, a Bibliát. That it would be to me according to my faith, I mean the faith that excludes God, excludes Jesus, the Bible. Mert az is hit. Because even that is a faith. Az is hit. Even that is az a faith. Az ateizmus az egy hit. Atheism is a faith. Hiszem, hogy nincs Isten. I believe that there is no God. Nem tudom bebizonyítani, I can't hogy nincs. Prove that there isn't. De hiszem, hogy nincs. But I believe there isn't. Mert zavar engem az Isten. Because God bothers me. Mert nem akarok szembenézni Istennel. Because I don't want to face God. Mert tudom, hogy sötétségben vagyok. Because I know I'm in darkness. És én nem akarok az Isten világosságára menni. And I don't want to come to the light of God. De akár akarsz, akár nem. But whether you want it or not. Oda kell menni. You have to go there. Hogyha nem mész önként, if you don't go willingly, akkor eljön az idő, amikor vinni fognak. Then the time will come when you will be taken there. Úgyhogy két oldala van ennek a dolognak. So this has two sides to it. Az egyik a szeretet oldal. One is the love side. Az önzetlen szeretet. The unconditional love. Az Istennek a kegyelme. The grace of God. Hogy megbocsájt mindenkinek. That he forgives everyone. Még Júdásnak is akár. Even Judas, he would have. Júdásnak nem kellett volna a kárhozott fiának lennie. He hadn't have to become the son of perdition. Hihetetlenül megrázó, amikor egy öngyilkosságról hallasz. It's very touching when you hear about suicide. Különösen, hogyha az a családodban történik. Especially if that happens in your family. El tudnád képzelni, but could you imagine, hogy mi történt volna Júdással, hogyha vár még három napig? What would have happened to Judas if he waited three more days? Kivel találkozott volna? Who would he have met? Feltámadt Jézussal. The resurrected Jesus. És ahogyan Jézus helyreállította Pétert. And as Jesus restored Peter. Hiszem, hogy Júdást is helyreállíthatta volna. I believe he could have restored Judas. És ez volt well, az ő akarata. And that was his will. És bár Júdás elárulta Jézust. And though Judas betrayed Jesus. De Jézus mégis átölelte Júdást. But Jesus still hugged him, és azt mondta him, neki, hogy barátom. And he told him, my friend. Barátom. My friend. Most elárulsz engem. Now you betray me. De Júdásnak megvolt a lehetőség, hogy megtérjen. But Judas had the opportunity to get saved. De nem várta ki az időt. But he didn't wait for this time. A saját kezébe vette a sorsát. He took things into his own hands. Nem bízott Istenbe. He didn't trust God. Nem akarta elengedni azt a halott életét. He didn't want to let go of his dead life. És nagy valószínűség szerint az örök halálba került. And most probably he ended up in eternal death. Mi nem vagyunk Júdások. We are not Judases. Remélhetőleg. Hopefully. De még ha azok lennénk. But even if we were. Akkor is van bocsánat. There is still forgiveness. Ha oda megyek. If I go there, és elfogadom. And I receive it. Úgyhogy erre szeretnélek bátorítani benneteket. So I'd like to encourage you for that. Hogyha hívő vagy, if you are a believer, és esetleg megkopott a hited, and your face is not so shiny anymore, vagy túlságosan rád telepedett a világ, or the world just really is pressing hard on you, akkor veszítsd el ezt az életet. Then just lose this life.
és mondd azt Jézusnak. And tell Jesus, Jézus, én elveszítem az életemet. Jesus, I lose my life. Mert nekem a te életedre van szükségem. Because I need your life. Nekem arra van szükségem, hogy te vezess engem. I need you to lead me. Te vagy az Isten fia. You are the Son of God. Újítsd meg az életemet. Renew my life. És hogyha egy olyan ember vagy, and if you are a person, aki talán még személyesen nem ismeri Jézus Krisztust, if you are someone who doesn't know Jesus Christ personally, aki tényleg szeret téged, who really loves you, akinek tényleg fontos vagy, and for whom you are really akkor important, kérlek, tegyél egy próbát. Then please just try it out. Mondjuk ez a próba ez örökké valóra. Though actually this, de megéri. Trying is eternal, but it's worth it. Mert bűnbocsánatot ígér neked Jézus. Because Jesus promises you forgiveness of your sins. Örök életet ígér neked Jézus. And he promises you eternal life. És Isten minden jó téteményét. And all the goodness of God. Hogyha hiszel benne. If you believe in him. Úgyhogy imádkozzunk. So let's pray. Nyissuk meg a szívünket. Let's open our hearts. És engedjük meg Isten fiának, Jézus Krisztusnak. Let's allow Jesus Christ, the Son of God, hogy ő bejöjjön. That he would come in. Megújítson. And quicken, renew. Megtisztítson. And cleanse. Hogy nekünk lehessen egy igazi szellemi közösségünk a mindenható Istennel. That we could have a real spiritual fellowship with the Almighty God. Úr Jézus, Lord Jesus, köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk. Thank you that you are here among us. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen közben járó, az Isten thank és a bűnös ember között. That you are the only mediator between God and sinful man. Igen, elismerjük, hogy az életünk nem az, aminek szeretnénk, hogy legyen. And yes, we acknowledge that our lives are not what we would like to have it. Mert valójában elszakadtunk te tőled. It's actually we were az élet, separated from az you. Az élet adótól, az élet forrásától. From the giver of life, from the source of life. De most. But now. Megtagadjuk az életünket. We deny our lives. Azt az életünket, ami elszakadt tőled. The life that separated from you. És a te kereszteddel akarunk azonosulni. And we want to identify with your cross. Ahol meghaltál a bűneinkért. Where you died for our sins. Téged akarunk követni, Úr Jézus. We want to follow you, Lord Jesus. Mert te méltó vagy arra, hogy kövessünk téged. Because you are worthy to be followed. Te nem csak beszéltél, you not only spoke, hanem cselekedtél is. But also did. Active. És mindenkit túlszárnyaltál. And you did more than anyone else. Nem akarjuk megtartani a romlott életünket. And we don't wanna keep our broken lives. Nem akarjuk megtartani azt az életet, ami a halálba visz bennünket. We don't want to keep the life that is taking us to death. Hanem el akarjuk most veszíteni. But we want to lose it now. És te benned. And in you. A te benned való hitben. In faith in you. Felvenni az új életet. We want to take up the az new örök life, életet, ami belőled árad. The eternal life that's coming from you. Legyen így Jézus. Let it be so, Jesus. Legyen így a hívőkkel. Let it be with the believers. Legyen így, akik most hisznek életükben and először. Let it be with those who believe for the first time in their lives. Mert mit használ az embernek? Because what is it good for man? Ha az egész világot megnyeri is. If he gains the whole world. De magát elveszíti. But he loses himself. Vagy magába kárt val. He loses. Megvalljuk Jézus. Jesus, we hogy te vagy az Urunk. Acknowledge that you are our Lord. Te vagy a megváltónk. You are our Savior. Te vagy az, aki soha nem hagysz el bennünket. You are the one who never leaves us. Velünk vagy a világ végezetéig. You are with us till the end of the world. Nem akarjuk elfelejteni azt, amit tanítasz nekünk. We don't want to forget what you amit teach us. Ránk bíztál. What you've entrusted to us. És nem akarunk elfelejteni téged soha. And we don't want to forget you. Mert tőled ever tanultunk. Because we've learned from you. És mindazoktól, akiket te tanítottál. And from those who were taught by you. Dicsérünk téged, Jézus. We praise you, Jesus. A te szent nevedben. In your holy name. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you. Nagyszerű hallgatók vagytok. You are great listeners. És nagyszerű hívők vagytok. And great believers. Remélem, hogy valakit bátorított ez az üzenet. I hope someone was encouraged by this message. Nagyon-nagyon különlegesek vagytok. And you're very special. Hihetetlen. It's unbelievable.
az a szeretet, amivel Jézus szeret benneteket. The love that Jesus loves you with. Az a baj, hogy vége van az Isten tiszteletnek. The problem is that the service is over. De nincs vége. But it's not over. És még egy fél mondat. And maybe just one more sentence. Az örökké valóság. Eternity. Sokfajta módon próbálták megfogalmazni, mi az örökké valóság. They tried to define it many different ways. És múlt héten ez jutott eszembe. And last week this hogy az örökké valóság az az, amikor nincsenek vége a dolgoknak. Eternity is when there is no end to things. Itt a földön mindig sajnáljuk a dolgokat, amikor véget érnek, különösen, hogy azok jó dolgok voltak. Here on the earth, ha rossz dolgok, akkor örülünk, hogy vége feel van. Sorry when things are over, especially de if they are good things. Amit Isten nekünk készített, az nagyon jó, az meghalad mindent. But what God has prepared for us is very és good. És el tudod képzelni, hogy a nagyon jó anything. Dolgok, amik, can you imagine amik those minden very good things a legjobbat is meghaladják. That go beyond even the very best. Ezek örökké megmaradnak. They remain forever. Nem mondod azt, hogy ó, vége van ennek a nyaralásnak. You don't say, oh, this holiday is over. Vége van ennek a jó érzésnek. Oh, this good feeling is over. Ó, vége van ennek a szellemi közösségnek. Oh, this spiritual fellowship is mert over. Nem lesz vége. Because it will never be örökre over. Örökre megmaradsz. We will have it forever. Örökké való. It's eternal. És ez vár ránk. And this is what's waiting for us. De azért, but, azért jó étvágyat az ebédhez. Enjoy your lunch. És hogyha szeretitek ezt a közösséget, and if you like this fellowship, akkor gyertek vissza. Then come back. Amikor csak tudtok. Whenever you can. Amen. Amen. Köszönjük nagyon, engem személyesen nagyon bátorított. Thank you, it was really encouraging. Csak két emlékeztetés. Just two things I'd like to remind you of. Az egyik, hogy a kaposvári konferenciára ma lehet még utoljára kedvezményesen regisztrálni. One thing is that today is the deadline for the lower discount price registration for. Ha még nem tetted meg, kérlek, akkor regisztrálj, és hátul tudsz előleget is fizetni Daisy-nél. So if you haven't done so yet, then please register and you can also pay the down payment with Daisy at the back. Jó, és holnap este Erzsébet téri Isten tisztelet 6-tól. And tomorrow night from 6 we have our service at Erzsébet tér. Tudszak, hogy értek ki. So if you can, please come. Jó, és csak hálásak vagyunk, Urunk. And Lord, we are just thankful. Csak kérünk arra, hogy emeld fel a szemünket magunkról. And we ask you to lift our eyes up from ourselves. Csak kérünk, hogy hadd tudjunk ennek az üzenetnek a valóságában élni. And Lord, please help us to live in the reality of this message. Uram, hogy szeretsz minket. That you love us. És az örökké valóságban veled lehetünk. And that we can be with you in eternity. Szellemi közösségünk lehet. That we can have spiritual fellowship. Taníts minket döntéseket hozni. Please teach us to make decisions. Hogy téged válaszunk. That we would choose you. A saját életünk helyett. Instead of our own lives. Áldj meg minket, ahogy most elmegyünk. Please bless us as we go now. Te nevedben kérjük ezt. In your name we ask. Amen. Amen. El vagytok bocsátva. You're dismissed.